ahhoz, hogy az ember tudjon magának jó parfümöket venni, szerintem nem feltétlen szükséges vagyonokat elkölteni. Igenis lehet olcsón nagyon jó illatokat találni. Úgyhogy ma 5 olyan olcsó férfi parfümről fogok beszélni, illetve bemutatni nektek, ami szerintem nyáron kitűnően tud működni. Első a Pinot Silvestre, ami ebben a gyönyörű kis dobozos üvegben látható, ami erősen hajaz, illetve utal a fenyős jellegére. Igazán felidézi az olasz eleganciát, egy szerintem nagyon kifinomult, egyedi, mégis laza, férfias illat. Nagyon jó passzol egy ilyen laza, inges nyári viselethez, egy ilyen délutáni vagy esti sétához. Szerintem a nők, hölgyek mai napig imádják ezt érezni férfiakon. Citrusok, fűszerek, bazsalikom zsája, és a háttérben ott táncol a finom fenyő. Szerintem nagyon, tényleg nagyon egyedi illat, és bár régi, de nem régi módi, nem egy ilyen papás, egy abszolút kortalan parfümnek tekinthető, szerintem mindig, illetve remélem, hogy mindig kapható lesz. És ami még nagyon nagy pozitívum, hogy 125 millis ez az üveg, és 3-4 ezer forintért már hozzá lehet jutni, szóval szerintem nagyon abszolút megéri. Következő. Giorgio Beverly Hills Wings. 90-es évek igazi nagy megtestesítője az illat. Sokan hasonlítják a David of Coolwater-höz, ami igaz, tehát nagyon-nagyon hasonló az illat, bár nekem, megmondom őszintén, ez egy picit még jobban is tetszik. Ami nagyon-nagyon jó benne, hogy egyrészt borzasztó sokáig tart a bőrön, ruháról ne is beszéljünk, de hogy nagyon jól keveredik ez a sportos frissesség a frissen mosott tiszta ruhának az illatával, úgyhogy én megmondom őszintén, hogy nem csak bőre, ruhára, sőt még néha ágyneműre is szoktam fújni, mert tényleg annyira friss, ropogós érzetet kölcsönöz. Nagyon-nagyon szeretem. Óceánt idéző, strand, tusfürdő, így ezek jutnak róla eszembe, és nagyon-nagyon-nagyon olcsó, nagyon jó. The Library of Fragrance Grass. A fűnek az illata. Hát próbáltam így összetevők után kutatni. Fű. Más nem tudok róla mondani. Igazából hosszan beszélni sem tudok róla, mert tényleg olyan, mint a friss tavaszi fűnek az illata. És aki ezt szereti, szereti a természetet, szereti a növények zöld, friss illatát, annak biztos, hogy tetszeni fog. Ez a márka nagyon-nagyon jó, különleges abból a szempontból, hogy rengeteg illatot megcsináltak, illetve fogalmazzunk úgy, hogy mi az, amit nem csináltak meg, mert a legtöbb illatot már így meg, mint például, nem tudom, kályha, a földnek az illata, nem tudom, babáknak az illata, kutya illat, macska illat, mindent megcsináltak. Egy a hátrány, hogy a bőrön ezek általában nem tartanak, viszont a ruhán napokig érezhető, ez például múltkor az ingemre fújkáltam, és 3-4 nap után még mindig tök erősen éreztem, szóval hát ruhára kell fújni, és akkor úgy érezhető. Egyébként tényleg nagyon hajaz az igazi eltépett friss fűnek az illatára. Nagyon szeretem, és nagyon-nagyon különleges kis parfüm. Gin and Provence Aqua. Emlékszem, hogy amikor keresgéltem egyik nyáron egy olyan illatot, amit úgy lehet mindig fújni. Nyára egy ilyen hűvös, kellemes érzést kölcsönöz. Megláttam ezt, és tök olcsó volt, és hát gondoltam, lesz, ami lesz, megrendelem, de olyan nagyon bomba illatra nem számítottam, és egy hatalmas, kellemes meglepetés volt, ugyanis
nagyon-nagyon jó az illata. Megmondom őszintén, hogy ezt viszont nem nagyon tudom semmihez sem hasonlítani. Nagyon pici virágos jelleg, enyhén a rózsa, itt is pici levendula, nagyon-nagyon halványan, de ott van a fenyő, amitől egy ilyen tök jó mediterrán jellege lesz, mint amikor az ember sétál egy tengerparton, és jön egy ilyen virágos, finom, enyhén erdős fuvallat, abszolút ilyen olasz, napfényes, megmosolyogtató, friss illat, ez egy szerintem tényleg bomba illat. Azaro Pure Home Low. Már a második üveggel kellett megvennem, mert annyira jól működik számomra nyáron. Ez egy fuzsér, aromás, illatcsaládba tartozó parfüm, azaz egy ilyen fodrászos, barbershopos jellege van, ami tényleg inkább az ilyen úriemberes illatokhoz szoktak hasonlítani. Nagyon finom a citrus, a grapefruit. Nem is tudom, talán még pillanat itt picit muszáj puskáznom. Vetiver, pacsoli, szantálfa, pézsma, és igen, ebben is ott bujkál a levendula, egy pici muskátli. Tehát minden olyan jóság benne van, ami egy friss, megmosolyogtató, ropogós, napfényes, olaszos életérzést kölcsönöz az illatnak. Nem tudok vele betelni, annyira imádom, tényleg. Szerintem zseniális illat. Hát én remélem, hogy tudtam érdekességeket, újdonságokat mutatni. Szerintem érdemes ezeket az illatokat kipróbálni, ha különlegesebb és olcsó illatokat szeretnétek így nyára.